Környezetkímélő gyomszabályozási technológiák fejlesztését vizsgálta a Nyíregyházi Egyetem egy most záruló projekt során. A kutatások célja volt az is, hogy adatokat gyűjtsenek különféle pillangós növények tápanyagforgalomra gyakorolt hatásáról. Köszöntöm a stúdióban dr. Szabó Miklós, a Nyíregyházi Egyetem docensét, aki egyben a gazdaságvezetője vezetője is. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, én is köszöntök mindenkit, a tévénézőket. Szeretnék egy pár mondatba beszámolni erről a munkáról, ami tulajdonképpen egy folyamat, vagy a magának, a szakunknak, illetve az intézménynek egy stratégiai területe, hogy az elmúlt évtizedben nagy jelentősége lett az ökológiai gazdálkodásnak, illetve környezetkímélő, fenntartható gazdálkodásnak, aminek az oka maga az Európai Uniós előírások, illetve az a növényvédelem területén végbe menő változás, aminek a Amelyek, amelynek során számos vegyületet vonnak ki a használható növényvédőszerek köréből, és ezáltal egyre nehezebbé válik a maga a gazdálkodás hagyományos módon. És mint oktató és kutató intézményként nagyon nagy jelentőségét látjuk az tudatformálás, illetve kutatási cél, cél területén, hogy ezen a területen minél több tapasztalatot, minél több saját kutatást folytassunk. Hogy ezzel is tudjuk formálni a hallgatók szemléletét. Mindezt egy pályázati projekt keretében végzik. Hol helyezkedik el a pályázaton belül ez a terület? Maga a pályázat, az EGFOP támogatású pályázat, amit egy konzorciumban végzünk a Debrecen Egyetemmel, illetve az Károly Egyetemmel, itt mindenki a saját területén kutat, viszont a, a témák azok egy közös célt szolgálnak, ami a Kárpát-medencei kutatások területét fedi le. Maga a tangazdaság az nyíltelek mellett található, nyíltelek Ferenc tanya mellett, ez egy 250 hektárnyi terület, és ezen a területen kezdtünk el 2016-tól kétféle gazdálkodás, korábban csak egyféle hagyományos gazdálkodás volt, és 2016-tól átállítottunk több mint 130 hektárt ökológiai gazdálkodásra majd 2017 júliusától indult ez a projekt, ami erre ráépülve magát a vetésváltást, a gyomszabályozást, illetve azokat a területeket, amin plusz adatokat akarunk gyűjteni, illetve meg akarjuk azokat az eredményeket osztani, amit, amiket szereztünk, el, el, erre épült rá. Hogy kerültek képbe a pillangós növények? Maga a vetésváltás szempontjából lényeges az, hogy itt csak szerves anyagokat, illetve a a minősítő szervezet, jelen esetben a Biokontroll Hungária által engedélyezett készítményeket használunk. Ezek ásványi tartalmú tápanyagpótlószerek, szerves trágyák, illetve a pillangósoknak a jelentősége itt növekszik meg, mivel ők ez az egyetlen növénycsoport, ami képes a levegő nitrogénjéből a talajban nitrogént megkötni. Ez erre vonatkozólag számos irodalmi forrás van, de ezek sokszor ellentmondanak egymásnak, és ezért is próbálkoztunk ezzel, ami nem egy újdonság, mert Veszcsikvél most már közel száz évvel ezelőtt hasonló módon indult neki a homok javításának, és mi is ebből számos gondolatot, illetve számos növényt merítettünk, mint a szöszösbükkönny és a csillagfűt. Milyen szempontból van ennek jelentősége? mivel nem tudunk nitrogén pótolni, mert normál esetben a nitrogén pótlást az szerves ságyával tudnánk megvalósítani, de mivel ennek a hozzáférése nagyon nehézkes, saját állattartásunk nincs, ezért lényeges az, hogy a, a, nitrogén igénylő növények, mint mondjuk egy kukorica vagy egy napraforgó számára a megfelelő mennyiségű nitrogén rendelkezésre álljon, és el tudjunk érni egy viszonylag magas termés eredményt, ami nem azt jelenti, hogy elérjük a hagyományos művelést, hanem nagyjából egy hagyományos termés képest egy olyan 60-70 százalékos termés tudjunk elérni. Miért pont ezek a növények? Hát mert a homokon ez marad meg, hogyha röviden és tömören akarom. Több növényel próbálkoztunk, ezek közül a csillagfűt és a szöszös bükköny, ami, ami bevált. Próbálkoztunk őszi borsóval. ez egy uh, takarmány növényként használt növény, de ez a ami homokos területeinken nem igazán vált be, illetve próbálkoztunk még ezen kívül bíborherével is, de itt meg a kémhatás, illetve a mész igénye miatt a növénynek nem igazán tudtunk olyan termés átlagokat elérni, illetve olyan ö, gazdasági megtérülést nyújtani, azaz nem csak azért kutatunk, hogy plusz eredményt érünk el, hanem ennek a, a gazdasági fenntarthatóságát is próbáljuk bizonyítani. Mennyire tud ez valós alternatíva lenni a műtrágyák mellett, mondjuk? Hát ez egy réspiac, ezt el kell mondani Magyarországon, hogy a 4,5 millió hektár van, jelenleg közelíti a 300 ezer hektárt az ökológiai gazdálkodás, de annyi nitrogént, azaz, mint mégis mi a konvencionális gazdálkodásból, hogy 100-150 kg nitrogén hatóanyagot kijuttatni nem tudunk, ezek a növények 20 és 60 kiló közötti nitrogén mennyiséget tudnak megkötni, amely utána a következő növénynél fog hasznosulni, de a talaj szerkezet szempontjából, a fenntarthatóság szempontjából ez mégis egy fontos kérdés, illetve a szöszösbükköny olyan szempontból is fontos és lényeges, és ebbe is folyik egy kutatásunk, hogy gyomszabályozási szempontból ez az nagyon jó gyomelnyomó képessége van, és képes versenyezni még az agresszív gyomokkal is. Kutatóként, tudományos kutatóként milyennek képzel egy ideális gazdaságot? Hát ideális gazdaságot plán egy állami fenntartású cégnél nehéz elképzelni, de maga a normátor eltérő gazdálkodási forma miatt, de az ideális gazdálkodásnál, itt az ökológiai gazdálkodáson belül ami nagyon fontos és lényeges, hogy együtt kell élni a növény, az nem tudunk késni, időbe kell mindent elvégezni, mert nagyjából két-három-ötnapos időintervallumok maink vannak, amikor egy-egy beavatkozást el tudunk végezni, és az egész uh, időszakra kihatással van. Maga a talajélet az jelentősen növekszik, ezt több uh, kolléga, illetve nő bizonyította, de ami fontos és lényeges, hogy, hogy teljesen mássá válik maga a, maga a talaj, illetve maga a környezet az ökológiai gazdálkodás eredményeként. Speciálisan ez a nyírségi homokon hogy működhet? Hát először is lényeges, hogy megtaláljuk a növényeket, hogy nem csak a pillangós növényeket, hanem más olyan növényeket, amit gazdaságosan tudunk termelni. Itt nálunk a vetésváltásba pillangósok mellett a facéliának, a mustának, a napraforgónak, illetve most újdonságként az idejében próbáltunk ki egy tavaszi rossz vetést. Ezek, amelyek úgy tűnik, hogy hosszú távon gazdaságilag is hely, képesek helytállni, és ezeket tudjuk ökológiai módon, megfelelő módon gyomszabályozni is, és ez a másik terület, ami, amit vizsgáltunk. Egyrészt a megjelenő gyomok, másrészt pedig azok az eszközök, amelyekkel megpróbáljuk korlátozni, és meg tudjuk nem gyommentesen, de olyan gyomnyomással, ami a jelentős terméskiesést nem okoz a kultúrákba. Mik ezek az eszközök? Hát két eszköz van, amit a projekt során beszereztünk, az egyik egy gyomfésű. Ez, hát régen használtak ilyen vakboronálást a kukoricánál, hogyha az idősebbek emlékeznek rá amikor kikelt és szögcsira állapotban volt, akkor meghozták boronával. Ez egy kicsit hasonló, csak itt nyomást tudunk szöget állítani, illetve egyéb más beállítási lehetőségek vannak. Ez jelen esetünkben 12 méter széles, gabonákban nagyon jól használható, ezen kívül mustárba és napraforgóba is tudjuk használni. Itt nagyon lényeges az, hogy még mielőtt kijön a növény, azelőtt használjuk, illetve megfelelő ö, tapasztalt szükséges. A másik, az pedig egy sorközművelő kultivátor, ami, ami létezik, illetve sokan használnak. Ennek a speciális a kettő dolog, az egyik az, hogy kamera által vezérelt, az egy kamera nézi a sort, és a sornak megfelelően mozgatja a, a egy hidraulika szerkezettel a magát a kultivátort, így a gépkezelőnek nem kell folyamatosan hátra néznie, hanem tulajdonképpen 3-5 centiméterre a sorhoz oda tudunk menni. A másik specialitások pedig az, hogy úgynevezett forgókéses, aminek a lényege az, hogy nagyobb gyom esetén kidolgozza magából, mert a rugós kapás megoldásoknál megugrik a kapa is, és sokkal nagyobb százalékba viszi a kultúrnövényeket is. Mik a távlati célok? Hát a távlati célok, itt amit euh, megcéloztunk, ez a, ez a saját, úgymond vágyálmom is, a robotizált megoldások, amelyek rengeteg dolgot, vagy rengeteg mindent levesznek a gépkezelő, illetve maga a művelő szempontjából. Egyrészt a robot tud 0-24 órában működni, mert most már vannak olyan autonóm robotok, amelyeket kihelyezve, hogyha megfelelő energiállátást biztosítunk, akkor tudnak működni. És szeretnénk vizsgálni azt, hogy különböző módszerekkel itt a Mechanikai körbekapálástól a lézeres megoldáson keresztül a hő technikai megoldásokig, hogy melyek azok, amelyek alkalmazhatók, illetve melyek azok, amelyek gazdaságilag is ö, helytállóak, ugyanis ezeknek az eszközöknek is van egy maximális terület nagysága, amit meg tudnak művelni. És ugye itt a Megtérülést azt mindig kell számolnunk. Igaz, hogy nálunk kutatásnál nem ez az elsődleges cél, de hosszú a bizonyítanunk kell azt, hogy ez üzemi körülmények között is megállja a helyét. Reméljük, hogy erről is hamarosan beszámolhatunk. Dr. Szabó Miklós, köszönjük szépen, hogy befáradt ma hozzánk. Köszönöm. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.